Nem sikerült megszerezni a 3 pontot a Sepsiszentgyörgyi csapatnak a labdarúgó élvonal 10. fordulójában. A konstancai Fárul otthonában az eddiginél gyengébb mérkőzést láthattunk. A 2 kiállítást és 2 11-est követően 2-1-re alul maradt a háromszéki gárda. Aktívabban kezdett a tengerparti csapat a labdarúgó élvonal 10. fordulójában a Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK elleni mérkőzésen. Már az első percekben mindkét kapu előtt kialakultak kisebb helyzetek, a 10. percben egy szögletet követően azonban Nicuja labda helyett Rivaldinho fejét találta el, a videóbíró pedig büntetőt ítélt. Így a 12. percben Alibek magabiztosan értékesítette a büntetőt. A következő percekben Mihály Balázsá volt a főszereplő, aki Debeljú elleni szabálytalankodását követően kapott sárgalapot, majd a 30. percben Mátéit szabálytalanul állította meg, így a sárgalapot követően villant a piros lap is. Az ember előnybe került Sepsi nem tudta kihasználni a helyzetet, a második félidőt újabb konstancai büntetővel kezdték, ezúttal Grigoriánt akasztotta el Nicuj, aki a büntetőt bár hárította, a rugás pillanatában elmozdult a gólvonalról, így ráadás következett, ami már betalált a hálóba. A végjátékban pedig már túl későn jött Komán fejjelése, így 2-1-re győzött a Fárul. Hadnagy Attila szerint a hozzáállás miatt vesztettek 3 lényeges pontot. A Fárult most meg lehetett volna fogni, és már beszélünk arról, hogy ugye 10 emberrel is maradtak. Rosszul kezdtünk már, ugye az első 10. percben, 11. percben jött az a 11-es, amit szerintem elég könnyen befújtak, ugye vezettek 1-0-ra, aztán átvettük az irányítást, jött a piros lap is, és véleményem szerint meg kellett volna, muszáj lett volna megnyerni ezt a mérkőzést, de a hozzáállással nagy problémák voltak, úgy vettem észre, hogy egyes játékosok még olyan haragosan is játszottak, nem tudom, hogy kire és mit haragszanak, hiszen saját magukra kellene lassan haragudjanak, hiszen a tabella mutatja, hogy egyelőre nem azt a focit játszódjuk, amit szeretnénk. Hozzátette, a játékosoknak félre kell tenniük a büszkeségüket, és amíg nem egy csapatként játszanak, addig nem lehetnek eredmények. Jelenleg a tabellán a Fárul megelőzte a Sepsit. Legközelebb a háromszéki gárda a hazai pályán bizonyíthat, a bukaresti FCSB ellen.